A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Látás és látásmódok humán és animál szemeken címmel folytatódott a Rotary Klub Székesfehérvár Akadémiája. A köztérben ezt az előadást hallgathatják meg, számítunk figyelmükre. Mi is a látás? Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb érzékszervünk a szemünk, ami vitathatatlan a tájékozódás a külvilágban, tanulás, közlekedés, párválasztás, munkavégzés, írásolvasás, sport, és hát az étkezésben is. Nyilván a tájékozódás, ugye, írásolvasás, tanulás, közlekedés minden szinten, hát a párválasztás, és hát fizikai, szellemi munka, illetve olvasás nélkülözhetetlen nélkül, és a sporttevékenységhez is szükséges a jó látásunk. Hát nézzük meg, mit is takar a látás. Legelső, hogy van-e percepció, fényérzés nyilván a szemen, és hát van egy olvasótábla, amivel ugye meg tudjuk pontosan állapítani, hogy maga az éles látás mire képes. Alaklátás természetesen, színlátás is egy nagyon fontos rész. Erre a mi éles látás területe képes, ahol csapok vannak a színlátásra. És a térlátás az viszont egy komplikáltabb dolog, hiszen a két szem együttműködése alakítja ki az úgynevezett tél- vagy háromdimenziós látást. Nézzük is, hogy hogy néz ki egy humán szem. Egy egészséges szem így néz ki, szaruhártya, csarnokvíz, szivárványhártya, ami képezi a pupillát, a szemlencse, 90%-a szemnek az üvegtesti tér, belül van a látóhártya, a retina, ezt követi kifelé az érhártya, és aztán az inhártya, ami a szemburkát képezi, itt pedig a látóideg, ami a központi idegrendszer, a Brodmann, az occipitális részen lévő látóközpontba viszi az információt, és itt egy gyönyörű egészséges hölgynek a szeme látható. A baba szeme nagyon érdekes, hiszen amikor megszületünk, megszület bárki, akkor mit lát? Fordított képben látja a világot. De csodálatos a természetünk, hiszen az agyunk megfordítja a képet. A szem leképezése ugye egyértelműen fordított, kicsinyített képet takar, de amint ezt felnövünk, ahogy fejlődünk, agyunk csodálatos módon követi a szükséget. Az újszülött minden újszülött túllátó. Ritka kivétel van természetesen, de a többségünk túllátó, és ahogy a szem a fejlődésünkkel növekszik, úgy a 16-18 éves korra gyakorlatilag emetrópa, az ilyen normál látásúvá alakul ki a szemgolyó. A lényeg az, hogy maga az éleslátás központjára tudjon a leképezett éles kép képződni. Menjünk tovább. Itt látszik, nem tudom, kicsit sok a lámpa, de azért látható, itt egy teljesen épp szemfenék képét szeretném bemutatni. Itt van egy érfestéses felvétel, ami jól látszik, a látóideg fő, onnan jön be a keringés, az artériák, és a vénás visszafolyás is arra megy. Ez az avaszkuláris rész, maga az éleslátás központja. Nagyon szépen látszik, ez egy egészséges szemfenék képe. Itt viszont jól látszik, itt a látóideg fő, itt az éleslátás központja, az alsó fertáján ödémás, isémiás, és gyönyörűen látszik, hogy ez az ér nem telődik. Tehát itt van egy elzáródás ezen a szinten, és ez okozta az ödémát és ezzel kapcsolatos homályos látást. Mi a tompa látás? Gyakorlatilag születésünktől, ha egészséges vagyunk, a két szem egyforma együtt fejlődik. És az éles kép annak tulajdonképpen pontosan az éles látás központjába kellene képződni, ha nem, és egy gyermek mondjuk kancsolít, nyilván el kell vinni vizsgálatra, és lencse segítségével beállítani, mert ha ez nem történik meg, ez a szem, amelyik a gyengébb, nem fog tanulni meg élesen jól látni. Kialakulhat természetesen ebben az esetben a kancsalság is, és ugye jól látjuk azt, hogy hol van a látóközpont, ahogy mondtam, itt a tarkótájon.
A másik szem ugye szépen leképezett, itt pedig a lencse segítségével ebben az esetben van arra lehetőség, hogy a két szem tökéletesen lát élesen, és ki tud alakulni a kétszemes együttlátás, amit úgy hívunk, hogy binokularitás. Menjünk tovább. Ugye jól látszik, hogy van a jól fixáló szem, és van a kancsalító szem. Ugye itt jól fixál, ez befele kancsalít, itt jól fixál a bal szem, és kifele kancsalít. Ezek a kancsító szemek általában tompa látólag, többség esetében. Igen, a vizsgáló eszközök, ugye van egy réslámpa, ez egy mikroszkóp, amivel nem csak a szemgolyó első részét, hanem lencse segítségével a szemfeleket meg tudjuk vizsgálni. Ez pedig egy optikai koherens tomográfiás vizsgálat, ami a retina rétegeit felbontva nagyon fantasztikus vizsgáló eszköz, pontosan a retinális legfinomabb elváltozásokat is mikron szinten képes feldolgozni, csak úgy az éleslátás központjában, mint ahogy a látóideg főtekintetében. Milyenek a leggyakoribb szemproblémák? Hát például a rövid látás, ugye nagyon sokat nézünk közelre, sokat írunk, olvasunk, tanulunk, az életmódunk is megváltoztatta, megnézhetjük, Japánból rengeteg rövidlátó van, vagy Kínában is. A másik a távollátás, ahol a képezett kép ugye gyakorlatilag nem ott képződik, hanem hátrébb, és ezt az éles látás mindkét esetben rövidlátóknál szórólencsével, a túllátóknál vagy távollátóknál gyűjtőlencsével lehet korrigálni. A szürke hályog, erről külön fogok beszélni, a magasabb életkor egyik leggyakoribb betegsége, de azt kell, hogy mondjam, hogy populációnk mintegy 10% a cukorbeteg. A cukorbetegség egyik következménye, hogy ez a kor előre dotálódik, tehát már 40-50 éves korban is, nem csak 60-70 éves korban találkozunk szürke hályoggal. A cilinderes fénytörési hiba az annyit jelent, hogy a szem törőközege nem pontosan gömbfelszín, hanem hengeres felszín. És akkor van még az öreg szemiség, amit úgy hívunk, hogy presbiópia. Ez annyit jelent, hogy a szem már nem tud annyira alkalmazkodni, hiszen idősödik a struktúra velünk együtt. Mik azok a betegségek, amik leggyakrabban vaksághoz vezetnek? Ehhez el kell mondanom egy nagyon fontos dolgot. Mindenki azt hiszi, hogy a szívünk, az agyunk, a vesénk, ami a legenergiaigényesebb szervünk. Nem, a látóhártya. Ez a number one. Ez azt is jelenti, ha valakinek magas nyérnyomás, cukorbetegség van, messzes érrendszere van, a látóideg táplálkozása sérül legelőször. Sajnos ezért találkozunk időskorban gyakran, főként az előbb említett betegséggel rendelkező egyéneknél messzesedéssel, szemfenéki messzesedéssel, amiről már külön beszélek. Tehát ez van az első helyen. A második helyen rövidlátás okozta a szövődmények. Tudni kell, hogy a rövidlátás általában anatómiailag a szemgolyó megnyúlt. Hosszabb a tengely, vékonyabbak, sérülékenyebbek a struktúrák. És a zöld hályok. Alattomos betegség nem mindig rohan formájába, de sokszor alattomos formájába teszi tönkre a látóideget. És a cukorbetegség, ugye, ami sajnos így megy felfele, ez ugye a civilizációs betegségnek is mondhatjuk. És hát a szürke hályog, ami most is sok országban a vezető okot képviseli. Épplátású szem így látja ezeket a fákat, gyönyörűen egyenesen. És akinek egy ilyen baloldali homonim hemianópiával látótér kiesése van, itt nem a szemben kell keresni a bajt, hanem a központi idegrendszerben az agyatér csérülés, agyvérzés vagy agyi érrel záródás okoz ilyeneket. Ezt csak úgy példaként említettem. A makula degeneráció az, amikor elmondja a beteg, hogy torz, hullámzanak a betűk, stb. Hát ilyen tünet, a fa is ugye elkezd torzulni, hullámozni. És itt az a centrális látótér elvesztésének a kialakulását láthatjuk, ami főként a makula degeneráció, amit az előbb említettem. Ezen a képen a centrális látótér képe látható, hogy teljesen kiesett, és gyakorlatilag az írásolvasás és az arcfelismerés, tehát a másik felismerése is zavart szenved. Itt pedig egy csőlátótér van, aminek az oka lehet egy veleszületett úgynevezett retinitis pigmentóza betegség, vagy pedig egy látótér a glaukomás károsodás miatt alakulhat ki. És hogy néz ki a csőlátótér, ugye az előbbinek még szűkebb formája,
és az, amikor már a fényérzést is elvesztette a beteg, se kép, se hang, semmi. Menjünk tovább. Az időskori makula degenerációról egy egészséges éleslátás központja így néz ki. A száraz típusú makula degenerációban úgynevezett drúzenek, ezek ilyen lipoidos kis felrakódások jelennek meg. Ezek sokáig nem okoznak panaszt, de egy idő után ezek megpattannak, és az érhártya felől bevérzés keletkezik, és a bevérzés mindig heggel gyógyul. Na most itt van lehetőség, majd a gyógyszerekről is röviden fogok beszélni, de egyelőre csak egy áttekintés. Ez egy rövidlátó szem, és azt látjuk, hogy itt az éleslátás központjában nagyon finom vérzés, hegesedés, és az is látszik, hogy elvékonyodott az egész retina, sajnos ez egy megelőző állapot az úgynevezett Fuchs-Volt kialakulásának, ami egy végleges éleslátás romlását idéző betegség. Ez pedig a látóideg fő képe, amit a tartósan alattomos magasabb szemnyomás tönkretett. Látszik, hogy halványabb a látóideg fő, kimélyült, exkavált, ez egy típusos glaukómás látóideg fő képe. És akkor beszéljünk a cukorbetegségről, ami szintén az éleslátás központját, de az egész perifériát érinti. Látják úgynevezett mikroinfarktusok, itt is, vérzések tömkelege mindenhol, tehát gyakorlatilag érintett az egész szemfenék. Mit lehet tenni? Szóba fogom ezt is hozni a későbbiekben. Itt viszont már egy olyan súlyos diabéteszes szövődmény, ahol a látóideg fő területéből érújdon képződések jelennek meg vérzésekkel. A megoldás ez időben lézerezés. Egy párhetiens lézer, ez egy teljesen száraz szemfenéki kép már, az éleslátás központjának a keringése anyagcseréje megoldott, de a perifériát ki kellett iktatni, egyrészt azért, hogy indirekt úton az érújdon képződések visszafejlődjenek. Ezek a kóroserek sajnos legkisebb terhelésre, vérnyomás kiugrásra bevéreznek, akár hirtelen vakságot okozhatnak. Mi történik, ha bevérzik a szem, vagy leválik a retina? Három pici kapun keresztül az üvegtestet ki tudjuk tisztítani. Itt látszik egy fénysugár, itt látszik egy olyan giotin, ami a beteg üvegtestet vérzéssel, vagy egy trakciós köteget el tud távolítani. Menjünk tovább. Ez egy súlyosan érintett pigmentózás szem, és áttérünk a szürkehályogra. Hogy lát, akinek egészséges a szeme, és a színek hogy vesznek el, ahogy ez a ködösség kialakul a szemlencsében. Itt is egy típusos szürkehályog képe, azzal a különbséggel, hogy itt egy kisfiúnak egy akáztüske beleszúrt a szemébe, ez egy traumás szürkehályog, de jól látszik, hogy gyöngyászfényen elszürkült a lencséje. Így néz ki a műtét, mikroszkóp alatt operáljuk, parányi 2,8 mm-es seben keresztül, és volt módunk már kipróbálni az úgynevezett mikroszkóp nélküli műtétet. Mikroszkóp ott van, csak éppenséggel nem a mikroszkópba figyelünk, hanem a fejünk lazán, nyugodtan előre tekint egy szemüvegbe. 3D-s, hatalmas monitor előtt operálunk. Fantasztikus dolog, volt szerencsém ebbe. Tényleg élvezetes így dolgozni 3D-s rendszerben. Így néz ki. Itt már megtörtént egy kombinált műtér, első részeként az elszürkült lencsét kicseréltük, és folytatjuk, ez egy infúziós, hogy a szemgolyó összenelsen, és az egyik kapun bemegyünk a giotinnal, a másikkal pedig egy száloptikával világítjuk, belül az üvegtesti térben, eltávolított beteg üvegtest után a retinát ellátjuk, vagy műtét közben akár a lézerkezelést is el lehet végezni. Itt pedig az látszik, itt a látóideg főképe, itt egy olyan membránt, ez egy 3 mikronos membrán, egy nagyon finom csipesszel, azért távolítjuk el, mert megráncolta az éleslátás központját, torzlátást okozott. Műtét után visszanyerte a 100%-os látását a beteg. Beszéljünk egy kicsit a úgynevezett fakoemulzifikációról, ami ugye a mindennapunkban elterjedt szürkehályog műtét, kicsiseben keresztül. Itt a szaruhártya, itt a csarnokvíz, és gyakorlatilag a szemlencsének az első tokját egy csipesszel, egy kör alakban kitépjük, utána folyadékkal, toktól elválasztjuk az elszürkült anyagot, és egy úgynevezett ultrahangos rezgő titánium szívóöblítő fejjel szétzúzzuk és eltávolítjuk a magot, és a tokzsákba beültetjük a műlencsét, ami az optikai szerepét ellátja.
A szemnek tudni kell, volt itt az előbb olyan kérdés, hogy zöld hájogosoknak miért tesz jót egy sikeres szürke hájogműtét? Hát ha megtetszenek nézni, milyen vastag a saját lencsénk, és milyen vékony egy beépített lencse, a szemen belüli téránytalanság csökken. Minden glaukómásnak ez annyit jelent, hogy valamennyivel a szemnyomása, a zöld hájogja jobb irányba alakul. És itt szeretnék bemutatni egy szürke hájogműtétet, ez 1 perc, 40 másodperc, ahol az első tokot eltávolítjuk ezzel a csipesszel. Látszik, hogy milyen parányi sebben dolgozunk. Igen, ez megtörtént. És most jön az, hogy a tokat és a lencse egyéb részeit ezzel a folyadékkal szétválasztjuk, hogy az eredeti lencsetok megmaradjon éppen. És itt pedig már az az ultrahangos szívóöblítő fej, amivel egy árkotásunk most, és itt van egy úgynevezett chopper, egy fragmentáló eszköz, aminek a segítségével törjük a magot, és utána kvadránsonként az ultrahangos rezgőfej ki tudja szippantani. Megforgatjuk, és így, ahogy forog az eredeti lencsatokban a mag, különböző kisebb-nagyobb darabokba ki tudjuk szépen választani, és eltávolítani ezzel a csodálatos készülékkel. Tetszenek látni, azért azt hiszem, hogy fény ellenére viszonylag jól lehet látni. Itt van egy nagyobb darab, amit nagyon szépen ez a fakóemulzifikátor nagyon szépen eltüntet. Igen, utána beteszünk a csarnokba a kis polírozás, ezt a lencsét fogjuk betenni, ami miután pici a seb, a lencse meg 6 mm-es, van egy úgynevezett cartridge, ami félbehajtja a lencsét, tehát pici sebben keresztül tudjuk beültetni a szembe. Jól látható, hogy most ezen a pici sebben bedugtuk a műlencsét, kiöblítjük ezt az úgynevezett viszkoelasztikus anyagot, amiért azért van szükség, hogy fenntartsuk a csarnokot és ne sértsük meg a szaruhártya belső felszínét. Kiszívjuk ezt a viszkoelasztikus anyagot. Hát ugye felnagyított a kép, úgyhogy ez a mozgás azért igazából kicsi, és a sebet nem varratta, hanem úgynevezett hidratálással zárjuk, és a segédnyíláson keresztül pedig egy kis antibiotikum védelem, ami a szakmai protokoll szerint kötelező. Igen, és akkor így néz ki egy multifokális lencse beültetés utáni kép, látszanak ezek a radiális kis körvonalak, aminek az a szerepe, hogy a fényelhajlás segítségével nem csak a távoli, hanem a közeli, félközeli látás is elfogadhatóvá válik, de hozzáteszem, minden multifokális lencse kompromisszum lencse. Gyulladások, sérülések okozta, látásomlások, szaruhártya gyulladás, tompáltatoló sérülés, idegen test, retinalátóideg gyulladás, és hát műtét után ritkán, nagyon ritkán, de előfordulhat súlyos gyulladás. Nézzük meg, és ami a leggyakoribb a praxisban, kontaktlencse nem megfelelő tisztasággal, tárolva, felhelyezve, piszkos kézzel, sajnos ilyen ronda gyulladást tud csinálni, ahol még geny is van a csarnok alján, beszűrt a kornea hámhiánnyal, de a gondos kezelés azért ezen segíthet. Itt még ugyanaz látszik, itt egy tompa sérülés saját lencsénk egy pofontól helyét változtatta, ugyanez verekedésből a beépített műlencse, jól látszik, hogy lesüllyedt. Aztán az idegen test, ez egy bogárszárny, ami bicikliző kollégámmal belerepült a szemébe, és borzasztó kellemetlen, mert kivenni, ez úgy odatapadt, hogy ezt csak szakember tudta kivenni. Igen, és aztán ilyen is van, ugye a forgó eszközökről, ez egy ilyen köszörű, aminek tüskék álltak ki, arról ez a forgó eszköz a drót beleállt a szemébe, a lencsét és az üvegtestig beleállt, sajnos ez komoly sérülést okozott, de itt jól látszik, egy fém idegentest az üvegtesti térben, még a retina előtt van, itt látszik. Jó, menjünk tovább. És amire fel kell hívni a figyelmet, ugye ezek a mosókapszulák, gyerekek ugye mindent szájba dugnak, megrágnak, megharabdálnak, nagyon csúnya dolgokat tud csinálni, itt látszik ugye ez a mosókapszula, gyerektől el kell zárni, de mindenféle savat, lugot, nagyon szépen kérem, szülők, nagyszülők, mindenki, pici gyereknél erre nagyon-nagyon kell vigyázni.
Aztán a petárda. Katasztrofális sérüléseket tud, nem csak kezet kellett eltávolítani, ujjakat, sajnos szemet is. Úgyhogy ez csak, nem is akarok olyan ronda képeket mutatni, de óvni kell mindenkit, és én boldog vagyok, amikor csak katonasság vagy hivatalos szerv által szervezett tűzijáték van. Nagyon utálom az otthoni tűzijátékot, ezekből rengeteg baleset van. És tilos a strucc politika abban az esetben, hogyha valami személyzeti parasz van, nem megoldás, csak elkésni lehet, és rosszabb helyzetet produkálni. Ezért úgy gondolom, hogy most áttérünk egy kicsit már a mitológiára, hogy milyen is a sárkány szeme. Az élőlények közül a sárkányok rendelkeznek a legjobb látással, ugyanis szemükben 6 látóideg látható, amelyek segítségével különböző fénytartományban képes látni. Sárkányok általában piros-zöld színeket halványabban látják, de a kéket sötétebben. Legtöbb sárkány akár 2 kilométer is meglát egy értékes drága követ, és a sárkányok, mikor alszanak, csak félig hunják be a szemüket. Hát ennyit a mitológiáról, de valóságos élőlények, ről csak azt kell mondanom, hogy a látás szerepe nem csak az embernél, de az állatvilág minden oldalát áttekintve hallatlan meglepetésekkel és csodával áhította a szolgált, és ezért is próbáltam a második fejezetbe ezt a címet adni, hogy animál szemek, mert hogy az állatvilág csodáit meg akarom önökkel osztani. Ugye az életmódhoz alkalmazkodó sok-sok állat, de hát évmilliók alatt sok-sok szem alakult ki. Itt csak egy pár szemet fölvetítek, és ezekből egy pár kis érdekességet szeretnék. Például a sasokvércsék, amik 1,5 kilométerről érzékelik az egeret vagy pockot, a zsákmánt. A bagoly, aminek a pupillája akár 100-szorosára is kitágult, és éjjel semmi gond, úgy lát, mint mi nappal. És a mozaik szem, a rovarok mozaik szeme, ami szintén döbbenetes teljesítményre képes, gyönyörűen látszik így a nagyított szemmel, hogy egy csoda. Természet csodája. A méheknek azért van speciális száma, mert hogy a szirmokról visszaverődő ultraviolett sugárzást is észlelik. Aztán a denevér. Hát a denevér nem lát, de milyen speciális szer fejlődött ki ahhoz, hogy igazából mégis az élelmet meg tudja szerezni és jól tájékozódjon. Hát az emberi fül számára érzékelhetetlen magas frekvenciájú ultrahangokkal tájékozódnak, ez a kibocsátott hullámok a tárgyakról, élőlényekről visszaverődik, és ezeket a hangimpulzusokat halálpontosan ő meg tudja állapítani, hogy hol van, a távolságot, mindent. Denevér vadászat közben átlagosan 10 impulzus bocsát ki másodpercenként, ez azt jelenti, hogy hasonló képet kapnak, mint ami egy stroboszkópos szórakozó helyen láthatunk. Mikor észreveszik a rovart, az impulzus többszörösére, 200-ra is emelkedik, ezzel a lokalizáció még pontosabbá válik. És akkor itt a kecske, akinek jóval túlhagyja az ember szemének a látószögét, pupillája miatt, ami látják, hogy milyen alakú, 330 fokra képes látni. Nézzük meg a róka szemét, őnek is csodálatos szeme van, kicsit ovális a pupillája, és este ő is kiválóan lát. Nézzük meg a huskyt, aminek ugye jellemző, hogy 2 különböző színű írisze, szivárványhártyája van. A maki, az afrikai medve maki, amik retinájuk mögött megőrizték az éjszakai látás segítő fényvisszavelő réteget. A gepárt. Tízszer jobb a látása az emberi szemnél, és azt is tudjuk, hogy ő a világ leggyorsabb emlőse, 110-120 km/órával képes az áldozatát utolérni. És itt a vakond, aminek a híres vakságát genetikai elváltozás okozza, és itt a mi kis rajzfilmhősünk is. Kígyó szeme. Tulajdonképpen a kígyó a táplálékát a nyelvével, a szaglásával éri el. Viszont, amikor közelébe jut, ezek az úgynevezett hőkamerás gödörszervek segítségével így látja az egeret. És itt a kaméleon, ami külön-külön mozgatja a szemeit, és abban a pillanatban megtalálta a zsákmányát, a két szem egymásra, egy pontra tekintve, 3D-ben mélységélességet tökéletesen láva, nyelvét úgy lövi ki, hogy pontosan a rovart eltalálja. És a béka,
amelynek a szemei általában nagyok, izmokkal szemgödörbe visszahúzhatók, szemhéjaik közül alsó nagyobb és átlátszó, így akár csukott szemmel is képes látni. Aztán itt a nílusi krokodil, csak homályos foltokat lát maga körül, viszont a Mississippi aligátor éjszakai vadászatát épp a különösen fényérzékeny szeme segíti. Az éjjeli gekkó nappal ki kell védeniük a nagyfényt, ezért pupillái képes ilyen résé összeszükülni, és nagyon kevés fényt enged be, míg az emberek nem képesek színeket érzékelni halvány holdvidben, a gekkó megkülönböztetnek színeket, sőt, 350-szer erősebbek a szemeik, ha színlátásról van szó. Aztán itt van a gaviál, amilyen különösen jól fejlettek a szeme, és úgy helyezkedik el, hogy bár az egész fejük víz alatt van, a szemük kint van, és tökéletesen meg tud mindent látni. Vízilovak kiválóan látnak víz alatt is, mert a szemüket egy membrán réteg védi. Itt van ugye az egyik legfejlettebb szeme, a tintahalaknak van, ez furcsa, dupla V alakú pupilla, képtelen színeket felismerni, de felismeri a polarizált fényt, és érzékeli a kontrasztokat halványfényben is, továbbá a szem belső érzékeli lehetőséget adnak arra, hogy egy időben vegyenek részt maguk előtt, ittve hátuk mögött lévő dolgokhoz. És itt a polip hasonló működési elvet követ. És itt van egy 14 cm-es hordószemű hal, ami itt látszik. És a delfin kizállóan lát nem csak a szárazon, hanem a víz alatt is. És itt a kedvencem, a jávai lövőhal. Nézzék meg, hogy itt van ugye a vízszint, a törésvonal teljesen más a víznek, mint a levegőnek, és halál pontosan vagy kiugrik, vagy nézzék meg, hogy pontosan eltalálja a víz alól az áldozatát. Halál pontosan. Nos, egy kis összehasonlítás, hogyan is látják a világot az emberek és a különböző állatok. Régóta tudjuk, hogy az állatok máshoz használják szemüket, és máshogyan is érzékelik a világot, mint az emberek. Akárcsak a mi szemünk világa, az állatok látása is hosszú évmilliók alatt fejlődött olyanná, amilyen. Vannak állatok, akik sötétben is kristálytisztán látnak, mások szeme olyan, mint egy távcső, egy szóval mindent állatnak épp olyan, amilyennek annak lennie kell, pontosabban, aminek a legnagyobb hasznát veszi. És az a legfontosabb megjegyzés. Lépjünk tovább. Hogy lát az ember, és hogy lát a cápa a víz alatt? Hát így látunk mi, és a cápa így látja az áldozatát. Hogy lát az ember? Így látjuk, de a kígyó így látja, ahogy mondtam, a gödörszerbe a hőkamerával. Hogy látja az ember a hölgyet, kis hölgyet, és a kutya hogy látja? Nézzük meg, hogy az ember hogy látja a virágot, és a méhecske. Nézzük meg, hogy az ember hogy látja ezt a jelenséget, és a tintahal. És az ember hogy látja ezt a növényt, és a veréb hogy látja. Tehát különbségek nagyok vannak, és most a legfontosabb, hogy a sas hogy látja meg azt az áldozatát, ami itt van. Mi emberek így látjuk ezt a terepet, ő meg ezt látja. Tehát hihetetlen, mint egy távcső úgy működik a sasnak a szeme. És akkor hogy lát az ember sötétben, és hogy lát a bagoly? Hát mi, mint hogyha nappal lenne, vagy teleholdkor. Ember a sötétben, és a macska hogy lát sötétben? Fantasztikus, annak is nagyon kitágul a pupillája. És az ember hogy lát? Illetve a macska hogy lát? A színek tekintetében van lényeges különbség. Hát most mire jutottam? Tokióba utaztam a metrón, hát ezt láttam. Senki nem hall, senki nem lát, senki nem beszél, csak néz. Csak néz. Csak néz. És egy lehető legjobb látás vadászat közben is legalább olyan fontos mindannyiunknak, mint ugye ez a vadász, hát most már lehet, hogy szemüveg kéne, ugye, lőttem egy griffmadarat, honnan tudod, elengedte az embert. Hát itt pedig ugye a propeller leszállt, hát kutyus meghozta a propellert. Na, ezek csak humor, de az sem mindegy, hogy a puska végén kiül. No, ezek már saját felvételek, hogy nézzük meg, a bagoly éjszaka, ettől a lesem 30 méterre, és a szórom, ahol kukorica, ott az egér, a pocok természetesen ott van. Nézzük meg, hogy a hőkamera a szemében micsoda forró, piros ábrát alkot. Ez azért,
mert ott a legnagyobb hő, ott a legnagyobb a vérkeringés. Tehát a látószerben most is igazolódik az, hogy a látószerv a legenergiaigényesebb egyik szervünk, nem csak az embernél, hanem az állatvilágban is. Nézzük meg az agancsát fejlesztő bikát. Az egész feje, szeme és a növekedő agancs is ugye vérrel dúsan ellátott. Nézzük meg a szórómon járó vadakat, ugye szarvas a borjával, több is, és a dámbika is meg kell neki, a növeszti az agancsát, kell ahhoz táplálékhoz jusson, és itt van éjjeli felvételben, de egy kifejlett dámbika is. És akkor nézzük, az őzike sem maradt ki, mert ő is szereti az ingyen kaját, és a konda, hőkamerával megnézzük, itt egy szép disznó család, sok-sok aprólékkal, és nézzük meg szeme, füle, orra. Jó tudott, hogy a vaddisznónak fantasztikus a szaglása, a füle. Szeme kevésbé olyan jó, de éjjel ő se lát rosszul igazából. Menjünk tovább. És a konda éjszaka, és van itt köztük babos, aki házasodott ugye a saját házi disznónkkal, és hát ilyen pöttyös lett belőle. Igen, és hát van, aki cumizik, nem csak a kukorica kell, hanem az anyatej. Igen. És itt van egy másik nagyobb kiadás, ugye egy olyan disznócska, aki szintén ugye a házi disznóval párosodott. És a békés egymás mellett élés, hogy a bika megfér a disznókkal együtt, és osztozik a kukoricán. Menjünk tovább, és a legnagyobb ellenségünk a toportján, aranysakál. Nádi farkas, Arany János szavaival. Miért veszélyes? Nagyon csökken a dám borjak és a dám utódlás. Az őzeknél borzasztó visszafejlődés van, mert ezek nagyon intelligens állatok, csapatban vadásznak, és egyszerűen a kicsiket elkapják. De még azt is láttam saját szememmel, hogy a szóróra kijött a koca, sok-sok apró kicsivel, kettő lekötötte az anyakocát, kettő meg egy-egy pici malacnak elroppantotta a nyakát. Mit tudott szegény koca csinálni? Maradékot elvezette, a toportjának meg jól laktak a két malacból. És itt van, éjszaka is keresgélnek, mert ezek éjszakai vadak mindenképpen. Itt pedig egy ásító róka, aki azt mondta, itt nem csak kukorica van, itt egér is van. És kivárom, míg az egér előbújik. És akkor még egy ellenségünk, ami az autóba mászva szereti a vezetékeket megrágcsálni. Ez itt épp az én autómat, meg is rágta, hozzáteszem, és kiraktam a kamerát, sikerült elejtenem. Ő a nyest. Bárkinek, ha tavadon hagyja a kocsiját, sajnos az elektromos vezetékeket ez az állat nagyon szereti megcsúcsálni, és bizony tudok olyan ismerősömről, aki szervizből elhozta a kocsiját, volt valami javítgatás, és akkor elment valahova, és nem indul az autó. Kívta a szervizet, mondták, nem, semmi köze a szervizhez. Itt valami más van, hát ő volt a tettes. Kedves nézőink, a köztérben arról hallhattak előadást, hogy milyen a szem, hogyan működik, és milyen a látás az emberi és az állati szemeken. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.